Rügyező szívünk szavai címmel szerveznek úgynevezett staféta átadási ünnepséget Marosvásárhelyen március 2-án a Kultúrpalotában a Marosvásárhelyi Boróka Néptánc Együttes tagjai. Az apró boróka bizonyára ismert már önök számára is, most viszont azt mutatjuk meg, hogy az évek során a gyerekek mennyit fejlődtek. A Boróka Tánc Együttes 2006-ban megszűnt, 2013-ban újra alakult. Most a volt táncosok gyerekei táncolnak. Ehhez kötődik a március 2-án tartandó staféta átadásra épülő esemény. A generációváltás megtörtént, eddig a szülők voltak színpadon. Ma már gyerekeik állnak a Rivalda fényben, és ennek örülnek a szülők is. Ugye ön régi táncos, nagyon jól tudja, hogy ez mivel jár. Miért tartotta fontosnak, hogy az apró borokába írassa a gyerekét, és egyáltalában, hogy a néptáncot, a népzenét tanulja? Nagyon nagy élmény volt nekünk annak idején táncolni. Nagyon sokat kaptunk a tánctól, nagyon sokat gazdagodtunk, és nagyon nagy élményben volt részünk. Ezért nagyon fontosnak tartottam, amellett, hogy a hagyományokat továbbadjuk a kicsiknek, viszont ezt is szem előtt tartottam, hogy ugyanez az élményben, ugyanebben a gazdagságban legyen része a gyerekemnek is. Számunkra nagyon fontos volt ez, és mai napig az. És hogyan reagált a gyereke? Tehát örömmel jön táncolni? Kedveli ezt a műfajt? Igen, kezdő még, most jöttünk nemrég, de viszont nagyon szereti. Otthon nagyon sok népzenét hallgatunk, ez nálunk hát napi, ha nem mondhatni, ha napi szinten, de heti szinten, és nem egy ismeretlen területe számára, úgyhogy igen, nagyon nagy szeretettel jön. Hogyan látja, amikor nagy lesz? Talán ő is továbbadja majd az ön unokájának a táncokat, énekeket? Nagyon szeretném, remélem, hogy igen. Nagyon nagy öröm lenne számunkra. Több családban a hagyományápolás egy élő mindennapos tevékenység. Én is jártam, a húgom is járt, úgyhogy nálunk így a családban ez úgy megmaradt. És miért tartja fontosnak, hogy ezt csinálja a gyereke szabad idejében, és ne egy, mit tudom én, futballedzésre menjen, vagy úszásedzésre? Hát az az igazság, hogy mi már kipróbáltuk az úszást is, kipróbáltuk a ritmikus tornát is, és ezt szerette a legjobban. Benne van a vérünkben. Egy idősebb generáció, a nagyszülők is azon a véleményen vannak, hogy nem csak hasznos, de szükséges is a hagyományokat továbbadni, éltetni. Miért tartja fontosnak, hogy az unokáját elhozza ebbe a terembe táncolni, ahol régen ugye a Maros Művész Együttes is sokat próbált, és ha jól értettem, akkor önnek is volt köze ezekhez a próbákhoz? Igen, volt közem ezekhez a próbákhoz, és a Maros Művész Együttes, ami 57. januárjában alakult, az egy nagyon nagy űrt töltött be abba az időbe, és egy folytonosságot, amit nem is lehet megköszönni, mert minden egyes eldugott faluba elmentek, és a kultúrát, a népi kultúrát, ami a miénk, tehát a mi népi kultúránkat éltette. Folyamatosan, hogy mondjam, nem hagyta elveszni. És most ezeket a kicsiket is valahogy abba a szellembe kellene nevelni, hogyha van kis, úgy látom, hogy van ki, és van rá lehetőség, és ezt kellene továbbvinni. Látjuk a pávát, amit ugye a magyarországi tévében nagyon nagy sikere van, hát itt nekünk nincsen pávánk, de vannak kakasaink, vagy kis gyerekeink, akik ezt nagyon szívesen művelik, szeretik, tanulják nem csak a népdalokat, hanem a népi táncokat is,
tájegységekre lebontva, úgyhogy én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy és minél több ilyen lehetőséget kellene, ami nagyon szomorú, hogy falvakba eltűntek, falukba, például az én nyáradmenti falumban, ahol szinte Széje Sándornak a szomszédjában nőttem fel, ilyenkor Farsankó, hát minden vasárnap, minden szombaton tánc volt, a táncmulatsága, ahogy mi mondtuk, előadások voltak, mindenféle kulturális megnyilvánulások, most semmi. Több néptáncoktató várja a gyerekeket Marosvásárhelyen, a Maros Művész Együttes régi székhelyén, a művészeti iskolával szemben, azzal a céllal, hogy játszani, táncolni, énekelni tanítsa őket. Csoportról. Régen volt az első alkalom, amikor itt forgattunk, akkor még pár gyerek volt, de most úgy látom, hogy nem is férnek ebben a teremben. Mi történt? Hát azóta megszaporodtunk, most már két csoportban működik. Eleinte csak egy csoport volt, most hál' Istennek úgy, ahogy mondják, megszaporodtunk. Két csoportban működik, tehát a nagyobb csoportnak van egy utánpótlás csoportja. Amit tudni kell erről az együttesről, az az, hogy 1987-ben alapult, a 17-es iskola diákjaiból, ugye az Útvan a Tudorban, majd a Bolyai iskolába folytatta a tevékenységét, Veres Kálmán bácsi vezetésével. És mára mi történt, mert végül is volt egy szünet, aztán önök újra alapították, mostanra hova jutottak el? Pontosan, tehát a 2000-es évek derekán, olyan 2006 körül meglétezett szűnni a csoport, 2013-ban újraindítottuk, és hál' Istennek ma már két generációban működünk, elég szép számba. A gyerekek mennyire szeretik ezt a táncot? Azért láttam, hogy sokat kell egyengetni őket. Persze, hát ugye addig nehéz, amíg az alapot megfektetjük rendesen, utána már tudunk rendesen építeni. Hát a nagyobbacskák ma már harmadik táncoknál tartanak, hál' Istennek. Hogyan lehet a fiúknak megtanítani ilyen kiskorban azt a rátartiságot, azt a szigorúságot, amit végül is a játékosság mellett követel ez a tánc? Na hát ez egy elég érdekes kérdés. Mi is folyamatosan próbálkozunk és folyamatosan tapasztalunk. Tehát azt kell elérni a gyerekkel, hogy szeresse a táncot, de ugyanakkor tartson is az oktatótól, bizonyos szinten nem féljen, mert akkor az már nem egészséges, hanem valamennyire tartsa távol magát, de ugyanakkor barátja is legyen, és szeressen táncolni. És a menet közben, amióta újra alakult az együttes, elkezdtek ide gyerekek járni, táncolni, hányan nem folytatták a táncot? Hát ez most egy pontos statisztikát, egy felmérést erről nem végeztünk, de ugye van, aki eljön 2-3 alkalommal, rájön, hogy neki ez nem annyira fekszik, vagy van olyan gyerek, akit küldenek otthonról, az elején nem szereti, aztán majd annyira megszereti, hogy én az én saját tapasztalatomból tudok beszélni, hogy azzal fenyegettek már, hogy nem engednek táncolni. Tehát, hogy történt egy ilyen változás, és nagyon-nagyon megszerettem, ez volt a lényeg. Rengeteg gyerekkel vagyunk így most már. Hál' Istennek! Hogyan
lehet az ezzel a tánccal járó kecsességet megtanítani a kislányoknak? Hát igazából a kislányok ezzel születnek, kecsességgel születnek. Na de viszont nagyon sokat segít nekik a tánc, a mindennapi próba, amikor rájuk szólunk, hogy kecsesebben, mutasd meg, hogy mit tudsz, szép vagy, az önbizalmukat növeljük ezzel, és persze ez idővel kialakul minden lánynál. Keddenként 4 órától az 5-8 évesek, 5 órától kezdődően pedig a nagyobb gyerekek táncolhatnak itt. Szeretsz te járni néptáncolni? Mert régi szokás, és én nem szeretem az új táncokat, nem szeretem. Jóval szeretem a népi táncot, Félix Székely vagyok ezért is. A barátom is néptáncra jár. És milyen tánc ez a néptánc? Mivel jobb, mint a jelenlegi modern táncok? Nem szeretem nagyon a modern táncokat, mert hangosak, és a baletet se igazán kedvelem. Mert fáj tőle a lába, és inkább néptáncra járok. És eddig mit tanultál meg itt? A legnagyobb teljesítményem a csárdás lépés, a cifracsárdás. Te mióta jársz táncolni? Nagyon rég. És azóta nagyon régóta miket tanultál itt? Tükörcsárdás. És énekeket tanultál-e? Igen. Van-e kedvenced? Igen. Na hát esetleg meghallgathatjuk. Igen. Na halljam. A búzának meg kell érni, szárazon kell learatni, szívemnek meg kell hasadni, hogy minden nap újból érik, ejhajhaja, csuhaja. Ne menj kislány a tarlóra, gyönge vagy még a sarlóra, elvágod a gyönge kezed, kisütnékem lágy kenyeret, ejhajhaja, csuhaja. Az aratást alig várom, akkor veszlek el, galambok, meg is nézem minden reggel. Sárgul te a kalász éjjel, ejhajhaja, csuhaja. Hát ez azért jó hosszú is, meg jó nehéz is, tele van hajlításokkal. Sokat kellett tanulnod? Nem olyan sokat. Mondd csak, te mióta jársz ide? Egy éve már. És egy év alatt mit lehet megtanulni, milyen táncokat?
Sörgünk, forgunk, sokat táncolunk. Miért tetszik ez jobban esetleg, mint a mai tánc? Mert ez szebb. Mi az, amit kedvelsz benne? Hát a páros tánc. És tudsz menni a fiú után? Igen. És mondd csak, a ruhák, amiket viselni kell, azok tetszenek? Igen. Miért? Milyenek azok a ruhák? Szép, virágosak. Fellépésed volt-e már? Igen, volt 2. És mondd csak, milyen érzés a színpadon táncolni? Nagyon jó érzés. Szerinted, ha nagy leszel, akkor majd tovább viszed ezt a táncot? Még nem tudom. Nekem van egy szerelmem, és azok a lányok, akik jobban szeretik a fiúkat, azokat veszik el férjül. És mondd csak, a táncolással hogy van? Te milyen lányokkal szoktál inkább táncolni? Hát, azt nem tudom, de sokféle lányokkal. És amióta ide jársz a néptáncra, azóta milyen, miket tanultál, vagy mit csináltok itt? Hát, itt sokat táncolunk, meg ilyesmi. És megy neked? Tetszik? Hát, a lábamat egy kicsit mindig elfárad a lábam, de tetszik. Tetszik neked a népi tánc? Igen. Miért? Milyen? Jó. És mit szoktatok csinálni? Brázátok a feneketeket? Nem. Vagy a kezeteket? Ha nem? Nem szoktunk pörögni. És dobbantani szoktatok? Igen. Na, állj egy nagy köröcskével. Egy nagy köröcskével. Itt van mi. Itt van mi. Itt van mi. Pontosan. Összezárod a lábacskát. Pontosan. A gyerekek megismerhetik egymást, és barátságok is köttetnek, még ha nem is osztálytársakról van szó. A bemutatkozós játékokat is igyekeznek játékossá tenni, a szórakoztató játékok mellett bemelegítésre, ritmusgyakorlatokra is odafigyelnek az oktatók. Csoport varrónőjét is sikerült mikrofon végre kapni. Miért tartja fontosnak, hogy együtt dolgozzon ezzel a kis néptánc együttessel, és hát így ápolja a hagyományt, hogy a gyerekeknek ruhát varjon? Hát én népi ruhákat varrok, és ők felkértek, hogy segítsek nekik, és fontosnak tartom, hogy szép ruhába jelenjenek meg ezek a gyermekek, ha már ilyen ügyesen táncolnak. Miért adta a fejét népi ruházat varrására? Úgy láttam, hogy hiány van a piacon elsősorban, és másodszor meg nagyon szeretem a népi ruhákat varni, és egy kicsit felfedezem én is ezt a hagyományt. Miért tartja fontosnak, hogy ragaszkodjunk a gyökereinkhez, a hagyományainkhoz? Hát én úgy gondolom, hogy ha a jövőbe tekintünk, akkor a múltba is kell tekintsünk. És a múltunkat, ha nem ismerjük, akkor nem tudunk előre haladni.
Ezért fontos az, hogy a gyermekeink is megismerjék népdalainkat, népi szokásainkat, és tudják, hogy honnan indult a magyarságunk, az erdélyi kis közösségünk. Én úgy érzem. Távlati cél akár az is, hogy új táncos generáció neveljenek ki, de emellett saját zenekart szeretnének létrehozni, szeretnének énektanítással foglalkozni, és a tevékenységek közé bevezetnék a kézműves tevékenységeket is.